Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megnézzük azt, mi vár rád a közel jövőben, ami a szerelmi dolgokat illeti. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Előtted vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak, felfalnak valamit. Ez jelentheti azt, hogy félsz most attól, hogy valami vagy valaki eltávolodik tőled. De az egerek jelenthetnek más dolgokat is, mint például, ha eddig minden olyan nyugodt volt, és nem történt semmi az életedben, és a könyvek utalnak a titkokra, az ő zárkózottságára, akkor az egerek ezeket a kártyákat is el tudják távolítani, és ebben az esetben látható, hogy itt lesz mozgás, előre mennek az események. A lelki társad és a férfiak az itt látható ezen a képen, és itt a kártyák megjelennek az ő gondolataiban. Tehát ő tervez valamit, hogy legyen mozgás, legyen közeledés, hogy előre menjenek az események. Itt a hajó jelenti a reményt, tehát ő ebben reménykedik, amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatokat, utazásokat, vagy egy közös utazás tervezését. Lehet, hogy így a hegyekbe, a hegyvidékbe. Amit ez a lovas férfi, illetve akit ez a lovas férfi még jelenthet, egy másik férfi a múltból, hiszen ő visszatekint, feléd tekint, van valaki a múltadból, aki gondol rád. Mivel ez a lovas férfi nála megjelenik a gondolataiban, lehet, hogy nála is vannak olyan félelmek, hogy valaki visszatér hozzád és elveszít téged, holott itt a remény, és ő bízik abban, hogy lesz közeledés. Azon kívül ez az utazás jelenthet egy belső utat is, egy lelki utat, egy karmikus kapcsolatot. Akkor is, ha itt előtte ez a hegy jelentheti még a nehézségeket, vagy a problémákat, amit neki meg kell még oldania, de látható a kirakásnál, hogy itt van a szerelem istennője, és átnyújtja számotokra ezt a lobogó szívet, tehát itt szerelemről van szó, a részedről és az ő részéről is, és itt ezen a képen a lilium utal arra, itt tisztázódni fog valami. Itt meg lesz ez a büszke tartás is, amit a lilium még jelenthet, az a szexuális kapcsolat. De kell, hogy ezt ő mondja ki, ha vannak ilyen tervei, és te légy inkább visszahúzódó, tartsd meg ezt a büszke tartást, és várj arra, amíg ő nyilatkozik. Itt lesz hamarosan közeledés, hiszen ez a kártya utal a mozgásra is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!